Hegedűs János maga sem gondolta volna, hogy egyszer a félpályán túlról lő gólt, s azt éppen a Ferencváros ellen teszi. Bár a 22 éves védő már szerepelt a felnőtt válogatott keretében, a honi futballszurkolók nyilván a találata után jegyezték meg igazán a nevét. A Sportkrém stábjának elárulta, az egyik Fradi játékos kicsit megijedt, hogy házon belül mindezért őt veszik elő. A Böde Danival beszélgettünk a meccs után, és mondta, hogy ugye őt küldtem el előlem, és mondta, hogy ha most ő neki ezért leveszik a fejét, akkor én rosszul fogok járni, úgyhogy azért a Ferencváros mérkőzés után voltak pozitív dolgok, aminek volt visszhangja, de volt sok negatív is nyilván a Ferencváros szurkolók által. Ezt azért el tudom fogadni, hiszen nem minden nap kap a csapatuk egy olyan gólt, ami azért véleményezhető, hiszen külső szemmel azért sokan azt mondják, hogy a Dénes hibázott ennél a gólnál. Én teljesen szeretném őt felmenteni, hiszen szerintem szakmai szemmel ő jó helyen állt, hiszen hogyha a Rádó Andrist indítom, akkor ő igazából kontrollat tudja tartani az Andrist, és ő egy-egyes szituációba, jobb pozícióba kerül. Ezáltal ő azt próbálta lesni, hogy én az Andrisnak rúgom a labdát. Igen. Úgyhogy tényleg szeretném ezáltal felmenteni őt, mert szerintem nem volt hibás a gólban. Pályafutása legnagyobb sikerének azonban nem ezt a gólt tartja. Inkább azt mondanám, hogy amikor a George Linkens behívott a felvett válogatott keretébe, ezt mondanám inkább legnagyobb sikernek, illetve a Magyar Kupa döntőt, amit igazából úgymond én hagytam ki a 11-est, ami miatt nem nyertük meg a kupa döntőt, de mégis csak olyan dolog volt, hogy egy ember életében nem biztos, hogy előfordul ez. Na, mennyire vetett ez így téged vissza lelkileg, hogy akkor ott nem lőtted meg? Aznap este, illetve a következő napom az tényleg nagyon kritikus volt, de hál' Istennek a következő napon jött a telefon, Tömő Attila hívott a válogatottból, hogy meghívást kaptam a felnőtt csapatba, és ez így kompenzálta ezt a dolgot, vagy ezt a szomorú dolgot. A szurkolók figyelmét nem csak a Fradi elleni gólja keltette fel, hanem a két karját borító, szokatlannak mondható tetoválások is. Hát a bal kezemben igazából a kedvenc mesehőseim vannak. Mindegyik a gyerekkoromból, illetve amiket mai napig nézek. Ez még csak félig van kész, a háttérszínezés az még hátra van. Illetve itt az első NB1-es mezem a haladásban, illetve az első NB1-es meccsemnek a dátuma. Itt igazából nagyon félek, ez az egyik félelmem, hogy az ilyen maszkos alakok, meg a filmekben a maszkos alakok és az erdő. Itt a szüleimnek a horoszkópja van, anyukám halak, illetve apukám bak. Anyukám aláírása, illetve az ő írásával a születési dátuma, szintén apukámnak ugyanez. Kedvenc állatom a panda. Apukámnak a messzáma volt a 6-os, ezért került fel rám a Six, Puskás Ferenc. Mindenképpen szerettem a futballal kapcsolatos példaképet valakit. Van egy családunkkal kapcsolatos, hogy hárman vagyunk, apukám, anyukám, illetve én, egy elefánttal ábrázolva. A cseresznye és a virágok kiegészítés, szerintem ez magától értetődő, erre nem nagyon kell beszélnem. Illetve azzal, hát nem nagyon tudok nélküle élni, úgyhogy igazából ennyi.